A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalójával önök a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Katasztrófa veszélyes helyzet alakult ki ma reggel a Pécsbánya rendezői pályaudvaron, ahol ammóniát szállító tehervagonok borultak fel. Szerencse a bajban, hogy a tartályok nem sérültek meg, így a veszélyes anyag sem szivárgott ki a környezetbe. Oldalára borult két ammóniát szállító vasúti tartálykocsi a pécsbányai rendező pályaudvaron. A baleset néhány perccel reggel 7 óra előtt történt, egyelőre tisztázatlan okok miatt. A 12 kocsiból álló szerelvény Horvátországba szállította volna a vegyi anyagot, de két tartálykocsi felborult. A szerencsétlenül járt tartályokban összesen 92 tonna ammónia van, amely azonban nem szivárgott ki a tartályokból. Környezeti katasztrófa, tehát nem veszélyezteti a környék lakóit, ám a felborult tartálykocsik mentése hosszú óráig tarthat, mivel azok sírre emeléséhez a vasúti villamos vezetékek bontására is szükség van. Ráadásul legalább 10 óráig tart az ammónia átszivattyúzás a biztonságos tartályokba. A helyszínen tartózkodó környezet és katasztrófa védelmi szakemberek, illetve tűzoltók éppen ezért biztonsági ügyeletet tartanak annak érdekében, hogy a visszaemelés alatt se történhessen nagyobb baj. Ma tartotta éves értékelő értekezletét a Baranya megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Az eseményen részt vett Bakondi György, a szervezet országos főigazgatója is. A Baranya megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság 2000. január 1-én jött létre, amelyben új szervezetet minden szabálynak és humánpolitikai szempontnak megfelelően tudták kialakítani. Fejfer Márton ezredes, a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság megyei vezetője elmondta, bár 16 fős létszámhiánnyal indult az új szervezet, ezt az év folyamán sikerült megoldani, így jelenleg csaknem 360 fő dolgozik a polgárok biztonságáért. Az év legnagyobb kihívása a polgári védelmi kötelezettségen alapuló egységek létrehozása volt, ennek maradéktalanul megfelelt a megyei igazgatóság. Bakondi György, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság vezetője elégedett volt a baranyai szervezettel, amelynek a tavaly áprilisi tiszai járvízveszély elhárításában jelentős szerepe volt, hiszen 30 baranyai állománytag vett részt Szolnokon a védekezésben. Megyénkben 2000-ben csak némi belvíz okozott veszélyes helyzetet, ezt azonban a szokásosnak nevezhető közlekedési balesetek és tűzesetek mellett elhárították a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei. A szerencsétlenségek elhárításának anyagi akadálya nem volt tavaly, ám takarékossági okokból fontos gyakorlatok maradtak el, ezeket idén pótolják majd be. Szintén ennek az évnek a feladata lesz a jelenleginél hatékonyabb nemzetközi, főként horvát kapcsolatok kialakítása, de egy éven belül kell a szervezet fiatal munkatársainak megfelelő szaktudást is szerezniük. A Kerek Világ Alapítvány szervezte azt a mai fogyatékosügyi fórumot, melynek vendége Nyitra Imre, a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára volt. A politikus a megbeszélésen röviden beszámolt a kormány országos fogyatékosügyi programjáról is. Több mint 30-an vettek részt a fogyatékosügyi fórum első ülésén, amely a város nemrégében megalakult Szociális Egyeztető Fórum alszekciójaként működik. Célja, hogy összefogja azon civil szervezeteket és állami intézményeket, amelyek a fogyatékos üggyel foglalkoznak Pécs városában. Nagyon fontos, hogy ez a szekció együttműködik, dolgozik, hiszen többfajta fogyatékos szervezet működik a szekción belül. Itt első kézből hallják meg egymás problémáit, és nagyon fontos az, hogy a Szociális Bizottság és a szakemberektől, a civil szervezetektől, akik egyáltalán ezt az egész ügyet folytatják és viszik, hogy fontos információkat szerezzünk a közeljövőben a döntéseink előkészítése érdekében. Az ülésen elsőként a működési lehetőségekről tárgyaltak, hogy milyen időközönként milyen témákban tanácskozzanak a jövőben. A fórum vendégeként Nyitrai Imre, a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára is megjelent, és beszámolót tartott az országos fogyatékosügyi programról. Az egy nagyon-nagyon követendő példa, hogyha civil szervezeteket sikerül az önkormányzati ellátási kötelezettségekbe bevonva komoly helyzetbe hozni, már a civil oldalnak is jó, és én véleményem szerint az önkormányzati oldalnak is jó, függetlenül attól, hogy most települési vagy megyei önkormányzatról van szó. A helyettes államtitkár elmondta, az országos programban elsőként az akadálymentesítésre koncentrálnak, hogy 2010-ig minden középületben és közterületen a mozgássérültek is akadály nélkül közlekedhessenek.
Az egész világon újszerűnek mondható az a műtéti eljárás, amit ma egy tanácskozás keretében a neves bécsi vendégprofesszor Bob Javal mutatott be Pécsett. Az operációt követő előadásra a régió számos urológus szakorvosa kíváncsi volt. Csütörtök délelőtt a Pécsi Urológiai Klinika vendége volt Bob Javan, prostata specialista, aki a prostatarák műtétek egy új, szövődményektől mentes változatát mutatta be több a PTE orvostudományi karának vonzás körzetébe tartozó urológus szakorvosnak. Ez a műtét a sebészeti, az urológiai és az idegsebészeti eljárások kombinációja, melynek során a prostata környékén található idegekre és erekre különösen vigyázni kell, hiszen ezzel elkerülhetőek a szövődmények. Ez a műtét úgynevezett idegkímélő műtét, mely csökkenti a szövődmények kialakulásának esélyét. Az eljárás csökkenti az inkontinencia, azaz vizeletcsepegés és az impotencia kialakulását a műtétet követően, valamint az eddig körülbelül 3 hétig tartó kórházi utókezelés ezáltal csupán 4-5 napra csökkenhet. Fontos azonban, hogy a műtéti eljárás csak a betegség korai szakaszában lehetséges. Előzetes megbeszéléseink szerint professzor úr tisztában volt azzal, hogy mi ilyen műtéteket végeztünk, és mint a vele történt interjúból is kiderül, ezeknek a műtéteknek azonban nagyobb volt a szövődménye, súlyosabb következményei voltak, és ezen technikát, az ő által említett technikát szeretnénk magasabb szintre fejleszteni, tehát hogy a mi munkásságunkban is lényegesen jobb minőségű ellátást tudjunk nyújtani betegeinknek. Délután a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartott az eljárással kapcsolatos előadást Bob Javan professzor, aki első ízben tartózkodott Pécsett, a várost azonban mély benyomást tett rá. Pécs gyönyörű város, régi és nagy orvostudományi hagyományokkal rendelkezik. Különösen örülök, hogy ilyen erős kapcsolat van a bécsi és a pécsi urológiai klinikák közt. Pécsett rengeteg kulturális érték található, például a Vazarelli Múzeum, a színház, és nem utolsó sorban maga a város szépsége is megható. A kedvező tapasztalatok alapján a MÁV RT a hazai vasútvonalakon tovább bővíti a nem dohányzó vonatok körét. A változás főként a 100 km alatti távolságban közlekedő szerelvényeket érinti. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy intercity járatunk a MÁV RT újonnan bevezetett tüskmentes légkörbiztosító szolgáltatásának keretében tisztán nem dohányzó kocsikkal tud szekedni. A MÁV január 15-e óta 100 km alatti távolságban közlekedő vonatain megszüntette a dohányzókocsik közlekedtetését. 100 km-nél nagyobb távú utazás során az erre kijelölt állomásokon az ott tartózkodás ideje alatt dohányozhatnak az utazók. Ennek az alapját Magyarországra is érvényes egészségügyi előírások, szabályok és a jó közérzet az, ami ezt dominálja. Vannak olyanok, akik természetesen továbbra is dohányozni szeretnének, van lehetőségük, mert a vonaton van kijelölt kocsi szakasz, ahol egészségesen elszívhatja a cigarettáját. Úgy érzem, hogy az egészség az végül is egy érték, és hogyha ennek a megőrzése vagy védelme értekében történnek ilyen lépések, akkor szerintem az megengedhető. Eddig volt-e problémája azzal kapcsolatban, hogy zavarta a dohányfüst? Hát amikor olyan vagonban utaztam, ahol illetve ott jutott hely, ahol dohányosak voltak, akkor zavart, igen. Én dohányos vagyok, de én teljesen egyetértek vele, hogy lezavarjuk egymást, nem dohányozókkal. De azt is szeretném, hogy engem se zavarnának a dohányzásban. Ha valaki mégis rágyújt a vonaton, azt először a jegykezelő figyelmezteti, majd ha a dohányzást folytatja, 500 forintos pótdíj fizetésére kötelezhető. Számomra külön öröm, hogy a gyermekekkel utazók, a kiránduló csoportok, a szervezett utazások, vagy a tavalyi évben vezetett koronalátogatás folytán, amikor több száz gyerek utazik, hogy milyen jó érzés az, amikor dohánymentes, tiszta levegőbe utazhatnak a gyerekek. Természetesen kivétel mindig akar, akinek nem tetszik, de a többsége ezt kívánja, és én úgy gondolom, hogy ezt a programot folytatjuk is. Itt a Pécs TV-ben számtalanszor hívtuk már fel a figyelmet a népszámlálással kapcsolatos fontos tudnivalókra. Ezúttal azonban nem a hivatalos információkra voltunk kíváncsiak, hanem arra, miként vélekednek önök a ma kezdődött összeírásról. Az idei népszámlálás lesz a 14. teljes körű népesség összeírás Magyarországon.
Az adatszolgáltatás a törvény előírása szerint mindenkinek kötelező, aki magyar állampolgár, bevándorolt, menekült vagy 3 hónapnál hosszabb ideje tartózkodik az országban. Ön beengedi a kérdező biztosokat? Igazolják magukat nyilvánvalóan. Tudja, hogy hogyan tudják ők igazolni magukat? Valami igazolványuk lesz nekik, amire rá van írva, hogy népszámlálás, vagy ilyesmi. Hát nagyon gondolkozok rajta, mert én félek az igazat megmondva. Mitől fél? Hát vannak ezek a gyanúk, hogy utassák az igazolvány, közben még nem is azok a népszámlálók. De majd le fogom ellenőrizni, és be fogom engedni. Beengedni a kérdező biztosokat? Hát természetesen. Tud-e róla, hogyha valaki nem engedi be őket, akkor az bünteti az önkormányzat? Igen, igen. Ha valaki megtagadja az adatszolgáltatást, akkor az önkormányzat akár 100 000 forintos büntetést is kiróhat. A kérdőív utolsó oldalán azonban olyan nemzetiségre, vallásra és fogyatékosságra vonatkozó kérdések lesznek, amelyekre nem kötelező válaszolni. Ön válaszolna-e ezekre a kérdésekre? Természetesen, hát végül is nincs mit titkolni. Természetes, hogy válaszolunk, csak lakcímnév azért az ne szerepeljen, a többire zokszó nélkül. Hát természetesen, hát mivel katolikus vagyok, de hát nem azt mondom, hogy minden nap a templomba futkosok. Azért a vallásomat tartom. Pécset több mint 75 000 címre kell eljutnia a mintegy 800 számlálóbiztosnak február 21-ig. Akik ez idő alatt nem lesznek elérhetőek, adataikat február 28-án utólag írják össze. A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalójával a Pécs TV híradóját látták. Műsorunkat időjárás jelentéssel folytatjuk, ha tehetik, maradjanak velünk. Térségünk fölé szárazabb légtömegek érkeznek. Ezek hatására éjszaka felszakadozik a felhőzet és jelentősen lehűl a levegő. A hőmérséklet hajnalra -5-10 fokig is lecsökkenhet, de csapadék nem valószínű. Pénteken napközben a több órás napsütés csak időnként zavarhatja meg felhősödés, ilyenkor azonban rövid ideig tartó hózápor is előfordulhat. Továbbra is élénk marad a légmozgás, a hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul holnap. Néhány téma a pénteki dunántúli naplóból. Kampánya depresszió ellen. A magyar lakosság 15%-a esett át élete során depressziós időszakokon. Az országos kampány célja az, hogy rádöbbentse az embereket, a lelki kríziseken hasonlóképp túl lehet jutni, mint egy mandulagyulladáson. E célból az ország 1000 patikájában tesztlapokat helyeztek el, hogy mindenki kiértékelhesse a lelki állapotát. Privatizált étkeztetés. A pécsi óvodák étkeztetését az új esztendőtől 3 nagy cég látja el, de még korán sem találkoznak mindenütt az érdekek. Január 31-i határidővel számoltak be tapasztalataikról az óvodák. Egy szülő szerint az egyik óvodában a levesbe hajszál került. Kincsek a föld alatt. Ki gondolná, hogy a szén- és uránbányászat emlékeit őrző Pécsi Bányászati Múzeum a 4. leglátogatottabb a megyében. Erre a páratlan gyűjteményre kevesen figyelünk, és még kevesebb a támogatója, ahhoz, hogy értékeit az elkövetkező években is eredeti színeiben őrizze meg. Részletek a pénteki dunántúli naplóban.